Jó reggelt, sziasztok! Van-e képen hangom? Egy ötöst kérek szépen, hogyha láttok, hallotok engem. Oké, szuper. Hozok ma hozzátok egy nagyon jó barátomat, és nézem, hogy megjött-e már. Attilánk. Attila, majd jelez már, ha itt vagy, mert én nem látlak a névsorban. Na hát majd csak sikerül, addig egy pár szót hozok, vagy szólok hozzátok. Oké, na, ilyenkor reggel egy kicsit még ilyen technikai ördögséget kell csinálnunk, de mindig beállítja a rendszer magát. Jó, szóval, hát ma elég durva dolgot hozok nektek, durva, hát a való világot, és ez mindig úgy van, hogy ugye az univerzum reggel üzen nekem, hogy na, most akkor ezt ad le a srácoknak, és mielőtt ugye elkezdeném a reggeli tréninget, átnézem azokat az anyagokat, amik ugye a forrás, és ezért is adok nektek olyan anyagokat, hogy ha 8-kor már följöttök, akkor magától a forrástól, ugye a David és csapatától tanulhatok egy csomó dolgot. Ki az, aki egyetért velem, hogy ezek a videók nagyon sokat adnak, tényleg áttöréseket okoznak, egy tízest jelezzetek már, hogyha ti is így gondoljátok. Na, ha nem, akkor nem rakom be ezeket a videókat, ha valaki zavar természetesen. De én úgy gondolom, hogy eljött az idő, amikor le kell rakni az egót minden hálózatépítőnek, aki úgy gondolja, hogy mindent tud a hálózatépítésről, meg az üzletről, főleg az online üzletről, és nem tudom, mennyire értetek velem egyet abban, hogy ezt meg kell tanulni. Ez egy szakma, ez egy gyönyörű valami, és én azt tudom mondani nektek, hogy ha ezt valaki jól megtanulja, akkor egyszerűen föl tudja szabadítani magát. Most tudom, hogy ezek ilyen nagyon nagy szavak, hogy hagyja már ezek a parasztvakításokkal, mégis ez van. Ki az, aki közületek már érzi azt, átérzi, amiről itt reggelente beszélünk, és sikerült felszabadulni, és sikerült tényleg a szabadság üzletét élni, szabadság életet élni szó szerint, mert az üzlet ez egy kicsit összemosódik az életünkkel, mert itt nem az, hogy elmész egy munkahelyre dolgozni, és akkor életedről életet adod egy munkáért, mint például a Cég című filmet láttatok-e Tom Cruise-nak, ahol pontosan ezt bemutatják egy kicsit, ugye, hogy mondjam, meg kiszínezve természetesen, de a való világ az, hogyha te mondjuk választás előtt vagy, akkor mit tudsz csinálni? Hát most elmész egy munkahelyre, aztán kiszolgálod a főnöködet, nézzétek meg, pedagógia, orvostudományt a keze, mindenhol így van, hogy benn van valaki a ranglétrán. Aztán, hogyha ügyes, akkor egy 40-50 év alatt el tud érni egy olyan szintre, hogy ott megkapja talán azt a méltó fizetést, amit kellene, de hát az magyar viszonylatban lehet, hogy mégse így van. Aztán a nyugdíj, hogyha eljön, akkor eljön, ha nem, nem, de általában a nyugdíj korhatár után 4-5 évvel meg elmennek az emberek. Csak úgy mondom, az én édesapám 59 éves volt. Pár hónapja volt hátra, hogy nyugdíjba mehessen, aztán meghalt. Nem tudom, mit szólt volna a nyugdíj folyósító intézet, hogy hát oké, még lett van egy pár hónap, nem lehetne esetleg átruházni, hogy hamarabb kapjak egyet. Ez csak így ilyen gondolkodás volt, de gondolom, tudjátok, miről beszélek, hogy kicsit olyan fordítva van az egész bekötve szerintem. És akkor most mit tudsz csinálni? Ugye sokszor elmondom, hogy fogod magad, bemész a saját munkahelyedre, vagy a saját vállalkozásodat ugye megcsinálod. Én úgy szólítom ezeket az embereket, hogy túlélők. Nem tudom, egyetértek velem, hogy Magyarországon ezeket a vállalkozó réteget én túlélő szerencsejátékosoknak hívom, akik föltettek mindent egy lapra, belenyomtak egy csomó pénzt, aztán mire minden jó menne, akkor az összeset elviszi az adóhatóság, vagy valahogy följelentik egymást az emberek, vagy nem. Csak én gondolom ezt így, vagy úgy ez így a helyes, vagy én nem tudom. Én voltam minden rétegben, voltam alkalmazott, nem sok ideig, összesen azt hiszem 4 évig, aztán rájöttem, hogy ez nekem nem megy, egyszerűen nem éreztem jól magam, és hál' Istennek fiatal koromban rájöttem. Aztán voltam vállalkozó, nagyon keményen. Szinte mindenünket, amit megkerestünk, házat, autót, lakást, így elvittek a jó kis hatóságok. Aztán
rájöttem, hogy ez nem csak én hibám, vagy nem csak az én problémám, hanem nagyon-nagyon sokan vannak így Magyarországon. Például az édesapám egyetlen egy zöldség, zöldet, ugye zöldséges volt, zöldség-zöldén nem adott számlát, 100 000 forint. Aztán egy citromé véletlenül egy ilyen zöldséges piac után egy óra hosszával megjelent egy házaspár kicsi gyerekkel, és akkor mondta, hogy hát a kicsi fiam beteg, 40 fokos láza, egy citromot szeretnénk kérni, és akkor az édesapám kiprámolt mindent, ugye egy kis bódéja volt. Valahol ott az alján, valahol a ládák között kiemelt egy citromot, aztán odaadta, és nem adott számlát. És újabb 100 000 forint. Aztán elvitték az édesapám fiat tipóját, amiért 10-valány évig gyűjtögetett, így apránként. Azt meghalt, belehalt ebbe a dolgba. Nem tudom, át tudjátok ezt érezni, vagy nálunk voltak ilyen horrorisztikus történetek, vagy esetleg ismertek olyat, aki hasonlóan járt el? Mit lehet csinálni? Akkor mit, tehát nézd meg, hogy te mit tudsz csinálni. Gondolom azért, hogy itt ezen a tréningen, mert te is egy ilyen útkereső vagy, lehet, hogy benne vagy már abban a rétegben, akit úgy mindenki fúj rá, tudjátok, MLM. Bemered valami, hogy te ebbe a rétegbe vagy, hogy te elhitted, hogy a network marketingből meg lehet élni tisztességesen. Elindítottál egy network marketing vállalkozást, esetleg saját termékkel, vagy becsatlakoztál egy olyan céghez, ahol tudtad adni a nevedet, szívedet. Elindítottad, aztán megláttad benne a lehetőséget. Elhitted azt, hogy több ember munkájából, ha részesülsz, akkor nagy esélye van, hogy ha ezt jól csinálod, akkor felszabadítod magad. Én elhittem ezt. Amikor csatlakoztam annak idején a Herbalife céghez, ez az első olyan cég, amiben megláttam a fantáziát, kerestem egy problémára, egy megoldást, a cég megadta, aztán utána láttam, hogy ez másnak is jó lehet. Volt egy jó sztorim, utána jött egy üzleti sztori, másoknak is, nagyon egyszerűen nem akarom itt elmondani az egész történetet, és elhittem, hogy ez működik, és olyan mentorokkal találkoztam, mint Jim Rohn, Tony Robbins, sorolhatnám ott a nagy gurukat, személyesen ismertem ezeket az embereket, a Mark Hughes, és egyszerűen átitatódtam azzal, amiket ők képviseltek. Biztos te is találkoztál a saját cégednél olyan mentorral, adjatok már egy tízest, aki volt már olyan céges képzésen, ahol föl tudtál nézni azokra az emberekre. Te tudod, hogy megláttad a szponzorodat. Ugye jó meglátni egy ilyen rendezvényen a szponzort, a felső vonaladat. Megláttad a marketing igazgatót, a cégnek az elnökét. Ott egy olyan légkör van egy ilyen rendezvényen, ami nagyon-nagyon sokunk életét megváltoztatta. Engem elvarázsolt az a légkör, amikor beléptem egyszer Barcelonába egy ilyen nagy amfiteátrumba, megláttam a nagy képet, azokat az orvosokat, azokat a disztribútorokat, akik egy cél érdekében mentek, azt a csapatszellemet, ami szinte megigézett, lenyűgözött ez az egész, és azt mondtam, hogy azt hiszem, hogy ez az én életem megoldása. És ez volt 23 éves koromban. Állatodok az Istennek, hogy ilyen hamar találkoztam ezzel. Na most ugye mindig mondom nektek, hogy két tábor van. Van több is, de két nagy tábor. Az egyik tábor, aki azt mondja, hogy hülyeség ez az egész network marketingség, a másik pedig azt mondja, hogy ez az, ami megváltoztatja az életet. Van egy harmadik is, aki, hát én nem is tudom, tudod, ez is jó lehet, nem meg ez is, tudod, ez a félénk típus, nem tudom, te melyik típusban vagy. Én ajánlom, hogy az elsőben, aki szereti a network marketinget, abban legyél benne, mert én meggyőződésem, hogy ez egyetlen olyan kiút, hogyha meg akarod sokszorozni magad becsületesen, ha nem akarsz kábítószerrel kereskedni, meg nőkkel, meg tudjátok, ilyen szerencsejáték, meg stb., akkor be kell csatlakozni egy jó network céghez, és itt már ti szerintem ezt eldöntöttétek, és hogyha becsatlakoztál, neked kell lenni a terméknek a termékének, nem tudom, egyetértetek-e velem, és hogyha ezt te úgy tudod kommunikálni, hogy tudnak követni téged, tehát csapatot építesz, akkor meg kell tanítani
vagy tanulni a csapatépítés fortéjait. Most ezt azért mondtam el ilyen lassan nektek, mert muszáj erről beszélni, mert látom folyamatosan a csatlakozókat, látom a lemorzsolódásokat, látom a megerősödéseket, elég nagy struktúrát tudtunk fölépíteni pár hónap alatt, pár év alatt most már, hogy rálássak egy picit a dolgokra, hogy ezt megengeditek nekem, és nagyon jó barátaim a házatépítőknek a fejei, tehát nagyon sokat szoktunk beszélgetni, mind az amerikai vezetőkkel, mind a magyar vezetőkkel, tehát velük, amikor beszélgettek, vagy ha esetleg közelükbe kerülsz te is, akkor látod rajtuk azt, hogy olyan, mint hogyha mi egy más bolygóról jöttünk volna, valahogy ezeknek az embereknek sugárzik az arca, valahogy ők másképp látják az életet. Nézzél rá egy Berkics Mikire, vagy egy Gidó Falvi Attilára, vagy egy Nagy Sándorra, vagy egy Neuhauser Krisztinára, és akkor mondhatnám, nézzétek rá Horváth Gyulára, vagy Kászenyecó Tokárra. Egyetetek velem, hogyha végignézed a szponzor vonaladat, akkor ők egy más ember társasága. Ki az, aki bemeri valahogy, hogy szeretne úgy hasonlítani a szponzorra, arra az életvitelre, amit a szponzor végez. Hogyha ez így van, akkor egyszerűen meg kell tanulni. És most elárulok nektek egy titkot. Ha megtanulsz úgy képviselni egy céget, egy terméket, saját magadat egyébként, akkor egyszerűen pikpak meg tudod váltani az életedet. Sokan kérdezik a titkot, hogy mi a titok. Ennyi titok van. De mondom a rossz hírt. Minél sikeresebb leszel, annál jobban jönnek a támadások. Ki az, aki egyetért velem, hogy érzi azt, hogy először még nem támadja senkit. Hogy támadna, nem is tudja, mivel foglalkozol. Aztán utána elérsz valamilyen sikert. Mondjuk lefogysz valamivel. Rögtön jönnek a támadások, hogy ezt a hülyeséget, tehát majd vissza fog érni abba, hogy a termékeidet. Ugye jönnek az első pénzecskék, jutalékok. Ma meglátott pilótajáték, hülyeség az egész, meg majd tudod, jönnek így az ellentámadások. Ki az, aki egyetért velem, hogy így szépen így majd befognak-e téged így cserkészni, és minél jobban sikeres leszel, annál jobban jönnek ezek a támadások. Most mi a francot kell csinálni? Hát nagyon egyszerű. Egy olyan csapatot kell fölépíteni magad mögé, akivel hajlandóak vagytok nem meghallgatni, egyáltalán energiát se fektetni abba, hogy titeket most kritizálnak. Nagyon jó az, amikor elengeded ezt, hogy téged bántanak. Az egódat bántja egyébként ide nekem. Hagyjad az egódat, hadd sértődjön meg, de tudjad azt, hogy azok az emberek, akik a szponzoraid, nagyon-nagyon sokat támadják. Ha nem a network marketinget nézed, nézd meg a Bruce Lee-t, mindig pedálozok vele, nézd meg az Elvis Presley-t, meg nézd meg meg az élőket is, hogy kiket támadnak legjobban. Madonnát hányszor támadták meg, a mindenkit. Tehát most a Demián Rózsit, aki az egyik kedvencem, tehát hányan támadták meg, hogy micsoda életvitelt él. Basszus, milyen érzelmeket tud felszabadítani valakitől. A karamellt lecigányozták. Na és? Az egyik legnagyobb megasztár az én szememben. Gondolom, ismeritek, kiről van szó. Tehát most azért mondom ezeket a hasonlatokat, mert az eladás technikát, a csapatépítést, ezt megtanulod, felszabadítod magad, és innen van egy nagyobb ugrás, hogyha ezt mind az interneten teszed meg, ez itt minden hatványozódik. Tehát hatványozódnak a sikereid is, meg hatványozódnak a támadások is. De hatványozódik a csapatépítés globalitása, meg az eladás is, minden hatványozódik. És van egy jó hírem, ez is hatványozódik. Sokkal nagyobb pénzt tudsz keresni, mint ahogy álmodtál is, és sokkal rövidebb idő alatt. Ki az, aki közületek bemeri vallani, hogy bármilyen termék, bármilyen marketing terv, akármi, pénzért vagy most itt. Azért vagy itt most, hogy hallj valami olyat, amit pénzért tudsz váltani. Pénzért. Én is azért vagyok itt. Más dolog az, hogy ha csak úgy, mint hogy na most csak a pénz, akkor nem fog sikerülni, mert a pénz az egy olyan dolog, ami önműködően jön annak, aki az eladást, a csapatépítést
És most kapaszkodjatok meg, az értékadást és azon belül az alázatot sugallja az interneten, meg egyébként is a magánéletben. Ki ért velem egyet abban, aki esetleg először van, itt mindig a tízes az igen, egyszerű bepötyögni egyes meg egy nullát, mint egy igent, aki egyetért velem, hogy nagyon nagy alázat kell a mi munkánkhoz. Tudjátok, az alázat. Nem a megalázkodás, tehát nehogy valaki ezt félreértse, hanem az alázat. Na most remélem itt van már barátom, egy pillanat kinézek, mert valaki látja-e Neipárt Attilát? Én nem látom a kiírásba. Attila itt van-e? Látjátok Attilát? Neipárt Attila. A doktort az kifelejti előre mindig, nagy szerényen, alázattal, de nem látom. Na, mindjárt végignézem. Oké. Ha valaki látni fogja Attit, akkor így... Itt van, megvan. Már féltem, hogy nem bírom beírni Attit. Így a hangot leveszem addig. És Webcam Maxon már megjelent, ez már jó hír. Szuper, itt van Attilánk. Oké, megnézzük, hogy van-e hangod, Atti, beszélj már valamit. Halló, sziasztok! Oké. Hallodok? Tökéletes, Attila, most elvettem egy picit a hangot, ne nyújj semmihez sem. Nem tudom, mennyire hallottad, most boldogas vagy, így csináld. Mennyire hallottad, amit mondtam eddig? Hallottad, amit mondtam? Oké. Erre egy picit épülj már rá, hogy esetleg cáfold meg, vagy erősítsd meg, amit én mondtam, és adom vissza neked nagy tisztelettel a hangot. Hát igen, ez egy érdekes dolog, mert én is azt tapasztaltam, hogy nagyon sok minden függ attól. Én a saját történetemet mondanám, mert szerintem ez is egy... Várj, Mati, egy icipicit a flash playeredben húznál lentebb a hangot, mert nagyon betorzul. Csak egy picit, ugye a háromnegyed részére, és akkor jó lesz. Oké? Jó van, Matt. Most esetleg? Oké, tökéletes. Jobb lett? Uh-huh. Jó. Jó. Most kipróbáltam egy új mikrofon, tehát kipróbáltam a normál... Képzeljétek, úgy hívják az M-Audio-nak ezt a mikrofonját, amit most próbálgatok, hogy producer. És akkor itt a Top Producer nevű... Hallotok? Ja, jó. Oké, tehát ezt a mikrofont kezdtem el használni. Jó hanganyagok fölvételére már használtam, de most még így webkonferenciához nem. Na mindegy, itt hallom azt, hogy írja valaki, hogy torzít, még mindig lehet, hogy akkor kicsit hangos. Nem, jó. A lényeg, hogy a saját tapasztalatomat szeretném elmondani, hogy én is már nagyon sokféle hálózat környékén megfordultam, és mindig azt hiányoltam igazából az emberekből, a hálózat, tehát nem magából a cégekből, hanem a hálózatokból, hogy nem az embert nézték, nem az ember volt a középpontban, hanem mindenáron próbálták lenyomni a torkomon azt a terméket, vagy ötletet, vagy kompenzációs tervet, amit éppen ők a legjobbnak gondoltak, vagy ami mellett ők letették a voksot, és az nem nagyon érdekelte őket, hogy nekem mi az, amire szükségem lenne. És ez nekem úgy azt eredményezte, hogy viszonylag rövid idő után tovább is álltam. Most azt, amit itt Viliék nálatok Vili vezetésével látok, ez tényleg egy olyan dolog, hogy kialakult egy nagyon komoly közösség, akik nagy valószínűséggel nagyon hasonlóan gondolkodnak, és elkötelezték magukat egy másfajta gondolkodásmód mellett. Ez nekem azért is fontos, vagy azért gondolom fontosnak, mert amennyiben a közösség kezébe eszközöket adunk, akkor másolhatóvá tudjuk tenni az üzletet. Tehát nem arról szól a történet, amit én is egy korábbi cégnél csináltam, hogy biztos ismerjük ezt a kifejezést, hogy így pumpálgattam az üzletet, hívogattam az embereket, na most ezt csinál, most azt csinál, most menjünk ide, menjünk oda, vegyünk terméket, vigyük ki a terméket.
És ez iszonyat egy plusz munkahelyet teremtett csak nekem, és nem adta meg azt a szabadságot, amit én szerettem volna megvalósítani pont ezáltal az MLM, vagy egy adott MLM üzlet által. És innentől kezdve én is azon kezdtem el gondolkodni, hogy hogyan lehetne megoldani olyan úgy az üzletépítést, hogy tényleg másolható legyen. Mert hogyha valaki ezt meg tudja tenni, eszközöket ad az emberek a csapattársai kezébe, onnantól kezdve tényleg gombamód tud szaporodni a hálózatban a belépők száma, és ez az, ami szerintem is meg tudja adni azt a szabadságot, hogy oda megyek, ott vagyok, azt csinálok, amit akarok, és azzal, akivel akarok, és akkor, amikor én akarom. És emellett én most nagyon elköteleztem magam, nagyon-nagyon örülök, vagy nem is tudom, tehát szinte ilyen eufórikus állapotba kerültem, amikor megismertem Willit, és ezeket az anyagokat, meg ezt a komplett rendszert, amit én még megmondom őszintén, nem láttam sehol. Tehát, hogy ennyire össze legyen téve, ennyire ott legyen minden olyan eszköz, olyan szerszám, most idézelbe szerszám, amivel meg lehet építeni egy üzletet, föl lehet építeni egy üzletet, és azokat az embereket mögötte, akik adott esetben, ha még ez mégsem elég, akkor még segítenek is. Szóval szerintem fenomenális. Köszönöm szépen, Attila, ilyet még nem mondtak nekem, egyre többen, ugye engem is támadnak az interneten, de néha jó, mikor megdicsérnek. Szóval igen, ugye... Azt támadják, aki jó. Reméljük. Szóval igen, azt vettem észre, hogy azok az emberek, akikkel egy nyelven tudunk beszélni, akik tudják, hogy miről beszélünk, azokkal könnyű dolgozni. Nem tudom nektek mi a véleményetek, hogy könnyű dolgozni. Na most meg kell teremteni azért egy közeget. Ugye az elébb mondtam nektek, hogy tehát network marketing. Most olyan szempontból teljesen mindegy, hogy te most mondjuk benne vagy egy kozmetikai iparban, vagy fogyókúra iparban, vagy pénzügyi szektorban, teljesen mindegy. Tehát nálunk például ezek a tréningek ilyen üzletfüggetlen tréningek. Volt egy álmom annak idején, amit sokan nem értettek meg, hogy mondjuk el, hogy mi hogyan dolgozunk. Tehát szerintem nem sok különbség van mondjuk egy MVS munka, meg egy Herbalife, vagy egy Kairos, vagy egy biztosító társaságnak a munkamódszere közül, mert ugye mindannyian prezentálunk, mindannyian fölhívjuk magunkra a figyelmet, mindannyian zárunk le, mindannyian hasonlót csinálunk, és miért ne beszélhetnénk meg, hogy ez működő dolog. És akkor olyan kritikát kaptam, hogy hát ez olyan, hogy ilyen MLM prostitúció lesz belőle, mert egyáltalán nem értették az emberek, hogy meglátják egymás termékeit esetleg, vagy meglátják egymás munkamódszereit, akkor majd elkezdődnek így a vándorlások. Ott, aki meg is tiltotta, hogy egyáltalán az ő disztribútorai fölmenjenek egy másik network marketingnek az oldalára. Tehát egyszerűen ez a hatalmas tiltás. De mi történt? Egyre jobban a tiltás, azt tudjátok milyen, vándoroltak föl emberek tréningekre. És azok az emberek, akik elkezdték használni a módszereket, sikeresek lettek. Ez egy döbbenetes felfedezés volt. És ugye most kitisztult, vagy letisztult egy olyan módszer, hogy jönnek ide reggel föl az emberek, tanulnak valamilyen technikát, lezárástól kezdve prezentációt, stb. Ráadásul mi internet technikát mutatunk, és azokat a módszereket, amiket ugye az amerikaiak, illetve többen ugye más országokban is vannak, kitaláltak, leteszteltek, megtörténtették a dolgokat, és mi ezt átkonvertáltuk magyar viszonylatba. Mondok egy példát. Például az Attila egy teljesen más ágon egy hasonló üzletet csinál, mint én, de egy másik szponzorvonalon van. Viszont ő is zár le, ő is prezentál, ő is épít csapatot, és azzal a módszerrel, amit mi megmutatunk egymásnak, tehát én is sokat tanultam már Attilától, gondolom ti is tanultatok már, akik már hallottátok őt, és egyre többet fogjátok majd hallani, és gondolom ő is tanult már akár az én technikámból, és én nem tudom, mennyire értetek egyet, avagy tízest adjatok már, hogy összeadjuk a tudásunkat.
Mert itt vannak például, tehát ha összeadjuk a tudásunkat, akkor egy nagyobb dolog tud kialakulni. Mondom a konkrét példát, és aztán majd átadom neked Attila szót, hogy például van nálunk egy hölgy, aki most ugye viszi a kisfiát ilyen vizsgálatokra, ő is egy nagyon jó networker, és ő egy lezárás specialista. Szuperül zár le, legtöbb embert lapátolja be a céghez, egyszerűen ilyen lapátoló hölgynek hívom. Szerintem nem is tud a csapatba annyira gyorsan és olyan jól lezárni senki, mint ő. És neki a lezárás technikáját már átvettétek egy páran. És zártatok le. És holott nem vagytok egy hálózatban, de ugyanazt a technikát használtátok, mint a Judit, és egyszerűen zártatok le, és mindannyian jól jártunk ezzel. Eket ezzel a módszerrel milyen ilyen áttöréseid vannak, Attila? Adom a hangodat. Köszönöm. Köszönöm. Engem mindig nagyon zavart az, amikor így tényleg más hálózatban voltam, és ez a keresztvonalazás, biztos ismeritek ti is ezt a szót, hogy keresztvonal, nem lehet keresztvonalazni. Ezt egyszerűen, mivel mondjuk igyekeztem mindig tágabb perspektívából nézni az egész életet, tehát magát az univerzum törvényeit követni és alkalmazni az életemben, ezen nekem ez olyan megfoghatatlan volt, vagy érthetetlen volt, hogy mi ez, hogy most miért ne beszélhetnék egy másik ember, tehát egy olyan emberre, aki egy másik vonalon van az adott cégnél. És hogyha tudunk egymást tanulni, akkor tanuljunk. Mert én azt gondolom, hogy itt a tudás szó az az alapvető és a kulcs. Tehát aki hajlandó tanulni és változtatni különböző szokásain, különböző módszerein, akkor az biztosan el fogja érni a sikert. Én azt láttam, hogy akkor nem lehet igazából a sikert elérni, hogyha nem teszünk le. Itt egy másik nagyon fontos dolog van még ezzel kapcsolatban, hogy tehát azt a példát szoktam mondani, hogy most ez olyan lenne, minthogyha valaki, egy orvos, egy jó sebész nem használ, vagy nem műthetne vakbél műtétet, mert azt a módszert nem ő találta ki. És hogyha belegondolunk, mekkora butaság lenne, hiszen minden sebész használja azt a módszert, illetve valaki föltalál valami újabb módszert, akkor az szépen lassan, ha működik, bekerül a köztudatba, illetve az orvosi köztudatba, és elkezdik használni. Most gondoljátok el, valaki annó föltalálta ezt a fajta, mint a császármetszést, vagy bármilyen orvosi technikát, és akkor senki más nem alkalmaz. Hát az egyetemen tanítják, könyörgöm. Tehát akkor hogy van ez? Tehát hogyha most felismerünk, vagy megismerünk egy jó technikát az MLM, vagy a networking területén, vagy magában a személyiségfejlődés területén, mert meg kell mondjam őszintén, ez az a szakterület, amivel már kb. 30 éve foglalkozom, mert hogy ha van egy jó technika, azt miért ne adhatnám át? Az univerzum olyan tág, akkora annyi ember van a piacon, hogy mindenkinek jut üzlettárs. Nem tudom, ezzel egyetértetek-e. Tehát, hogy, és a másik, ami nagyon fontos, az, hogy nem az üzlethez csatlakoznak az emberek, hanem hozzátok, hozzám, a Willihez. Azért, mert azt az energiát keresik, amit én, te, ő, Willi tud közvetíteni. Tehát innentől kezdve ugyanazt az embert valószínűleg nem fogja tudni bevonzani, mit tudom én, Géza, mint akit én be tudok vonzani. Mert hogy az, tehát tényleg adjatok már egy tízest, vagy több tízest, mert itt most csak kettőt látok, hogy ha egyet értetek azzal, hogy magához az energiához, ahhoz a szemlélethez kapcsolódnak az emberek, amit mi képviselünk. És innentől kezdve a csapatépítés is, nagyon jó. Így igazából akkor a csapatépítés is egyfajta örömmé tud válni, mert hasonló gondolkodásmódú, hasonló rezgésű emberek fognak csatlakozni hozzánk. Erre is most hadd mondjak egy másik példát, tehát hogyha én minden egyes szituációban azt nézem meg, hogy milyen megoldást lehetne rá találni, akkor én valószínűleg nem fogok tudni hosszú időn keresztül együtt dolgozni olyan emberrel, aki 17 féle módon bizonyítja be az elején már, hogy mit, hogyan nem lehet megcsinálni. Ez lehet, hogy működik, vagy igaz lehet? Mert hogyha igaz, akkor viszont nincs nagy baj ezzel az úgymond keresztvonalazással sem, mert
Mert azokat az embereket találjuk meg, azok az emberek találnak meg minket, akik leginkább passzolnak ahhoz, most ez hülye szó lesz lehet, hogy kifejezés, hogy ahhoz az energia mintához, amit mi képviselünk. És akkor innentől kezdve nem kell félni, hogy mi fog történni a hálózatomban, nem kell félni attól, hogy, és itt ez egy nagyon fontos dolog nekem, amit már Vili nagyon sokszor elmondott, hogy fölvállalni saját magam. Mert ha mindig megfelelni akarok valakinek, akkor soha nem vagyok önmagam, és valljuk meg, illetve én tapasztaltam, és szerintem ti ugyanígy láttátok már az életetekben, minél inkább meg akartam felelni embereknek, annál inkább nem jött össze a dolog. Tehát megfeleltem anyámnak, apámnak, akkor nem feleltem meg a főnökömnek, akkor meg akartam felelni a főnökömnek, akkor a párom lett ideges rám, a páromnak akartam megfelelni, és én ezért azt mondtam, figyeljetek, bármikor egy új kapcsolatba kezdtem, én ez vagyok. És ilyenek a tulajdonságaim, ezek a képességeim, és hogyha ezzel együtt tudtok élni, vagy tud élni, akkor ez tök jó lesz. És hogyha nem akar megváltoztatni erőszakkal, akkor megint tök jó lesz, és akkor nagyon sokáig együtt tudunk élni. És hogyha sokaknál fölmerült, hallottam már más hálózatban is, hogy videó, kiállni és mondani a videóra a gondolataimat, és föltenni a blogra. Mi van akkor, hogyha valaki azt mondja, hogy most ez nem vagy normális, vagy miért csinálod ezt, vagy hogy lehet ilyet mondani. Tehát mindenféle vélemények lesznek, de ez teljesen indiferens, ha ott van előttünk messze a célunk, és ezután a cél után megyünk, és azon az úton haladunk, ami oda vezet. Akkor nem teljesen mindegy, hogy ki mit mond. Mindig bármit csinálhatok, és azt vettem észre, most látjátok, nekem alig van hajam, csak ilyen minimális, és ez azért történt 23 éve ezelőtt, mert mondtam, hogy ha én elkezdek kopaszodni, és itt hátul már igen elősen, meg itt fönt is elkezdett, hogy én nem fogok szórakozni azzal, hogy azt a 9 hajszálat, amit itt hosszúra megnöveztek, majd így átpróbálom fésülni és leragasztani, hogy úgy nézzek ki, mintha lenne hajam. Na most, mikor belenéztem egy ilyen menedzseres frizura után, ilyen szépen belőtt, itt fölnyírva, ott, egyszer majdnem elájultam én magam is, hogy úristen, ezt a kopasz fejet, hogy lehet, nagy kerek labda van a nyakamon, és akkor most mi lesz? És mi lesz, mit fognak szólni hozzá? Hát anyám konkrétan majdnem elájult. Ez úgy történt, hogy épp megszületett a kisfiam, és anyám jött hozzánk, hogy segítsen a feleségemnek. Kinyitottam az ajtót, bejött, elment, tette, vette a dolgát. Képzeljétek, egy negyed óra eltelt, mikor visítva jön be a szobába. Attila, de mit csináltál magaddal? Tehát akkor esett le neki, hogy valami nem stimmel. Na, ezt azért mondtam el, mert én így tök jól érzem magam, sportolok, megmosom mindig a fejem, ne legyen íz, és nekem jó. És képzeljétek el, az emberek is nagyon sok már elfogadta, tehát nem is jön elő ez, hogy most nekem miért nincs hajam. És ezt arra szerettem volna megerősítésként mondani, hogy ha fölvállalom önmagam, akkor én jól érzem magam a bőrömben. És így kopaszon pont ugyanannyi embert tudok bevonzani, mint hogyha nagy hajam lenne. Csak pont más embereket, azokat vonzanám be akkor, akiknek ez a nagy hajas verzió tetszik, most meg azokat vonzom be, akiknek ez elfogadható, de zárójelbe jegyzem meg, nem a haj a lényeg, hanem az az energia, amit én magamból kisugárzok, és itt megint csak Willihez csatlakoznék, hogy ő is ezt mondja mindig, hogy igenis az, amit magamból megmutatok, az a rezgés, ami én vagyok, az fogja vonzani az embereket. Nem pedig az, hogy néztek ki, hogy beszéltek. Ez majd változik az idők folyamán, ez majd javul, lesznek jobb videók, lesznek rosszabb videók, nekem is ugyanígy vannak, de csinálom. És akkor innentől kezdve halad a dolog. Köszönöm. Közben azon gondolkoztam, hogy benn vagytok ezen a tréningen, hallgattok bennünket, és lehet, hogy kicsit úgy elcsodálkozol, hogy most mi van itt, mit akarnak ezek? Meg mert hozzászoktál ahhoz, hogy tudjátok, hogy bejönnek ilyen jól öltözött palik vagy hölgyek, és akkor így nyomják a PowerPoint-os cuccokat, meg, amivel semmi gond nincs egyébként, csak ez már szerintem a múlté.
nem tudom, mennyire értetek velem egyet, hogy megcsinálsz egy jó PowerPoint anyagot, fölnyomod az egyik menübe, ráirányítasz forgalmat a weboldaladra, mert ugye már most interneten dolgozunk, és amit kell csinálnunk tulajdonképpen, ez maga a közösségépítés, és most csúnyát fogok mondani, és ha egyet értesz el, akkor így írj egy tízest, ugye gondolkozom, hogy mennyire mondjak csúnyát, mondom nagyon-nagyon csúnyán, dévsáposan, kibaszott jó fejnek kell látszani. Ezt most így csúnyán mondtam, nem? De így mondja a dévsár, hogy kibaszott jó fejnek kell látszani, mert a kibaszott jó fejeket vonzod be. Azok, akiknek most kiveri a biztító, ez a csúnya két szó, azok majd el fognak menni, de a réspiacban való gondolkodás, és ebbe van a kulcs, mindig te vagy, és hogy mennyire tudsz kurva jó fej lenni. Mindjárt mondom a konkrét példát, ugye benn vagy egy cégnél, és akkor hát úgy gondolod, hogy mondjuk olyan terméked van, ami mindenkinek kell. Hát akkor írjátok föl nagybetűvel, hogy no, nem kell mindenkinek. És tudjátok, hogy miért? Mert csak azért. Mit tudom én? Azért nem kell mindenkinek, mert jó lenne ugyan mindenkinek egy jó termék, amit te képviselsz, de nem fogja mindenki a magáinak tartani. Mert azt mondja, hogy ez hülyeség, bla 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 bla, meg úgyse úgy van, de mivel, hogy nagyon nagy globalitás van az interneten, most őszintén nem elég neked, ha van egy olyan 100 mondjuk, vagy olyan 50 olyan ember, akivel tudsz dolgozni. Elmondok neked egy jobb számot. Ha van neked jelen pillanatban 10 olyan embered, aki ugyanolyan lökött, mint te vagy, ugyanolyan kibaszott jó fej, mint te vagy, megváltjátok a világot. Ugyanis azok az emberek is ugyanolyan kurva jó fejeket fognak hozni, és itt érvényesül az, hogy hozzá 10-et és majd ő is hoz 10-et, de ez ugye a nagyszámok törvényéből fog alakulni, de először neked kell nagyon jó fejnek lenni. Ezt csak úgy zárójelbe tettem most. És egy picit csak egy mondat az a keresztvonalazásról. Sokan nem tudják, hogy mi a keresztvonalazás. Van jó keresztvonalazás is, amikor ugye azt csinálják, amit mi, hogy megosztjuk egymással a tapasztalatainkat, és utána mindenki a saját üzletére rákonvertálja ezt. Meg van rossz keresztvonalazás is, amikor azt mondja, hogy gyere, majd én leszek a jó szponzora, te szponzorod meg tök hülye. Tudod, ez a rossz keresztvonalazás. Olyan, mint hogyha van egy ilyen jó kis fűztollat, ezzel őrült jól lehet rajzolni, de ki tudnám bárkinek szúrni a szemét. Hát attól függ, mire akarom használni. Egyetértetek velem ebben, hogy használni kell a dolgokat, mert mindennel lehet jót is csinálni, vagy tenni, meg rosszat is. Nincs jó meg rossz, csak a van a te döntésed, hogy te most mit csinálsz vele. Oké. Ha megyünk tovább, és egy picit így visszamegyek, hogy ugye most eldöntötted, hogy te networker leszel, van egy itt közöttetek olyan, aki azt mondja, hogy persze, azért vagyok itt, networker vagyok, és írd oda egy tízest. Én fölvállaltam azt, hogy én networker vagyok, és nagyibben letoljam, hogy ki mit szól, mert én akkor is networker vagyok. Akárhogyan támadnak, akkor is. Jelentem, én is ebbe a kategóriába vagyok. Vagy pedig azt mondod, hogy hát te maradsz ott, ahol vagy, jó, nekem az úgyis eltart a férjem, vagy a feleségem, meg hát el vagyok én itt ezen, tudod, mikor bevallod saját magadnak a csődjét, tehát hangsúlyozom, nem baj ez, meg kellenek portások, meg kellenek olyan emberek, akik már kiszolgálnak bennünket, de nem is akarok ezzel sokat törődni, mert ugye vannak jó munkahelyek. Én nekem vannak olyan barátaim, akik szuper szakácsok, és annyira nem jó lenne az én üzletemben lennének, és nem csinálnak semmit, csak egész nap wellnesseznének, meg sportolnának. Nem tudom, hogy a francba csinálnak meg az én gíroszomat máma. Tehát ez nem lenne jó. Meg ugye autószerelő is kell, meg egy csomó más is, de én most azokhoz az emberekhez beszélek, akik abban a kategóriában vannak, akik a networkségből akarnak megélni. És hogyha ideig eljutottak, akkor kell egy jó csapat. Csapatot, ha interneten akarsz fölépíteni, és egy picit erről most beszélni fogunk, egyszerűen muszáj a jó oldalát is megismerni a csapatépítésnek, meg igenis a rossz oldalát. Ugye van egy olyan dolog, hogy te beléptél a rendszerbe, és ugye te szponzoráltá váltál, meg te is szponzorrá válsz. Tehát így a folyamatban benne vagy.
És ugye nagyon jó az, amikor ugye először belép hozzád egy ember, két ember, három ember, ú, de jó, és elkezdesz így rátelepedni, és akkor úgy szponzorálgatod akkor is, amikor ő nem akarná, és akkor olyan jó lubickoltok, még jókat beszélgettek, tehát ez egy jó dolog. Csak ez visszájára tud ütni, hogy egyre több embered bejön, hogyha jó végzed a munkádat, és már nem tudod azt csinálni, hogy mindenkivel órákig beszél. Például most én ma annyira szerettem volna a Nagy Zsuzsival beszélni, mert tudom, hogy menj dolgozni, és egyszerűen úgy higgyetek el, hogy nem volt 10 percem most, hogy fölhívjam, pedig nagyon fontos lett volna, meg ő is, mert egyszerűen visszájára tud néha fordulni, hogyha sok-sok emberrel kezdesz el foglalkozni. Na most mondtam Attilának, hogy ezt egy picit fejtsük már ki a tréning végén, hogy azt kell csinálni, hogy ráépíteni mindenkit a rendszerre, hogy a tanítások, meg mindenféle kérdés megválaszolások ezeken a nagy tréningeken legyenek, amik fel vannak véve videóra, föl vannak téve a te weboldaladra, tudjátok, van ez a gyakran ismételt kérdések, és ezt folyamatosan ugye a csapattréningeken mondjuk megválaszoljátok. De hogyha te ezt nem így csinálod, akkor elkövetheted azt a hibát, hogy állandóan, mint a ringbispi, össze-vissza rohangálsz egyik emberettől a másikig, és utána visszájára ford a dolog, hogy hát, te nem is törődsz velem, meg régen olyan sokat foglalkoztál velem, most meg egyáltalán nincs időd. Akkor nincs ideje az embernek, amikor ő beleesik ebbe a hibába, hogy nem építi rá a rendszerre az embereit. És most adom át a szót, Attil, neked erről mi a véleményed. Szemből beszélsz, Vili, megmondom őszintén, mert itt az álmo, egy nagyon régi álmomat elmondom, és akkor szerintem sokkal érthetőbbé válik ez a történet, hogy mire gondolok. Tehát volt nekem egy olyan álmom, hogy szabadon oszthassam be az időmet. Akkor ott azzal és azt csinálhassak, amit csak akar. És nekem ez körülbelül 2004-ben indult el, amikor egy ilyen online marketing képzésen voltam, és az volt a vízióm, hogy egy laptoppal, egy internet kapcsolata a fejemben, a kopasz haja vagy a kopasz fejemben található agysejtekkel, azokkal a tapasztalatokkal, amivel rendelkezem, tudjak az interneten keresztül üzletet építeni. Na hát, tettem többféle kísérletet, de valami miatt nem állt össze a kép. És most már visszatekintve nagyon jól látom, hogy miért nem állt össze ez a kép. Azért, mert nem volt meg az a komplett rend, amire tényleg rá lehet épülni, ahogy Vili is fogalmazta. Tehát valahonnan béreltem tárhelyet, valahonnan béreltem egy hírlevélküldő szolgáltatást, valahol béreltem olyan szolgáltatást, vagy szoftvert, amivel honlapot csinálhattam, valahol béreltem, vagy vettem egy olyan szoftvert, amivel elkapó oldalt lehetett készíteni, és ezekhez senki nem adott semmiféle utasítást, vagy információt, vagy segítséget, hogy hogyan lehet ezeket összekapcsolni. Most itt, ebben a rendszerben, amiben mi dolgozunk, és amiért én nagyon hálás vagyok Vilinek is, ebben minden megvan. Tehát nem véletlen mondja Vili, hogy egyedülálló dolog ez, amit ő itt, vagy veletek együtt kidolgozott, hogy van egy komplett szolgáltatás csomag, egy platform, ahogy ő használja, és ez a platform ki van egészítve, ráadásul magyarosítva van, magyarul is elérhető, és át van konvertálva teljesen egy-két-három üzletre. Tehát innentől kezdve meg nem mondhatja senki azt, hogy nem tud ezzel az információ mennyiséggel üzletet építeni, és nem jobb, vagy nem valós az a kifogás, hogy így nem lehet megcsinálni. Tehát én azt gondolom, vagy azt érzem, hogy ez a rendszer, ez nagyon ki van találva. Mert ha külön megnézzük a Pure Leverage-et, akkor igazából az egy fantasztikus rendszer, de nincs mögötte a saját szisztémájukon kívül olyan üzlet, amire ezt ők ráépítették volna, és valószínűleg ezért vonzanak be kevesebb embert. De így, hogy ott van a hárba stratégia, ami most újra megerősítem, aki még nem hallotta volna tőlem,
azt gondoltam, hogy egy totál baromság. Amikor először hallottam róla, és amit mondott az előbb, hogy megvádolták az MLM prostitúcióval, én is azt mondtam, hogy ez hülyeség. Amíg meg nem értettem. És amikor megértettem, akkor meg bekattan, de hát ez el kellett eljen jó pár hétnek, és jó párszor meg kellett néznem az anyagokat, rá kellett jöjjek, hogy ez a világ legszenzációsabb ötlete, amit ki lehetett találni, mert így tudunk profitálni más hálózatokban lévő tapasztalatokból is, más hálózatokban lévő emberekkel is tudunk együtt dolgozni, tehát gyakorlatilag ez a úgymond keresztvonalazásos történet teljesen kioltásra került. A másik, amit ezzel, nem tudom, valaki egyetért, ez egy ilyen tízest kaphatok-e, hogy lássuk, hogy egyáltalán jó irányba megyek-e. Ó, alakulnak. És a másik dolog, amit meg szerettem volna osztani veletek, hogy nem kell mindenkivel együtt dolgozni. Tehát nem, amit Willi mondott, hogy nem kell, én is azt gondolom, hogy meg akartam menteni a világot, de főleg a szereteimet, és hogyha találkoztam egy jó lehetős, ó, jönnek ezek a tízesek, köszönöm, meg akartam menteni a világot, és leginkább azokat, akik a legközelebb voltak hozzám, ó, most találtam egy fantasztikus ötletet, egy lehetőséget, egy üzletet, hívjuk bárminek, amivel pénzt lehet keresni, és szabadabbá lehet tenni az életünket, és arra kellett rájöjjek, hogy minél közelebb állt hozzám az az ember, minél közelebb mondjuk családtag volt, annál inkább lehülyézett. Attila, te már megint normálatlan vagy. Elmondtam neked szépen, értelmesen, magyar szóval, biztos munkahelyet keressél már magadnak. Na, én ezt nem akartam, tehát nekem nagyon rövid ideig voltak ilyen úgymond biztos munkahelyeim. Mint személyzeti igazgató dolgoztam egy nagy multinacionális cégnél, és 3 perc alatt ki tudtam rúgni bárkit, úgyhogy még a munkaügyi bíróság se tudott belekötni, hogyha esetleg odáig fajult volna a dolog. Tehát innentől kezdve ennyit a biztos munkahelyről, és igenis azt akartam, hogyha nekem jó, legyen neki is jó. De nem. Tehát nagyon kevés olyan ember volt a legszorosabb ismeretségi körömben, aki azt mondta volna erre a dologra, hogy oké, gyere, megyek, vagy menjünk együtt, és csináljuk együtt. Viszont itt van most az internet. Na, itt én teljesen MLM sérült lettem egy idő után, én már nem mertem oda menni senkihez, mert szerintem az ismerőseim nagy része kitiltott a telefonjából, fölvehívtam, nem akarták fölvenni. És innentől kezdve, hogy itt van ez az online üzletépítési lehetőség, egyszerűen azt mondtam, hogy Úristen, fölkelt az én napom. És nagyon sok olyan ember van szerintem, aki nem szívesen menne már offline módon üzletet építeni, és valljuk meg Willi videóiból is láthatjuk, és az interneten is ezerféle videóban láthatjuk, hogy ez már a múlt. Kár lenne ma nekiállni, és vezetékes telefont értékesíteni, vagy nem is tudom, részkábelt értékesíteni, hogy majd vezetékes telefont fogunk építeni, vagy a faxot elkezdeni propagálni, mert ez már kiment a divatból. És én nekem ez megnyitott egy olyan hatalmas nagy birodalmat, egy olyan lehetőséget, hogy én még a mai napig így kapkodok a levegő után, hogy ott tudok lenni napi 24 órában az interneten. Most kérdezem én, hányan tudnánk napi 24 órát dolgozni, és hány napig lennénk rá képesek? Szerintetek, tippek, ki tudna 24 órát dolgozni egy nap, és mondjuk legalább egy hétig? Tehát én nem. Innentől kezdve maximálisan szuper maga az a dolog, az a koncepció, ami maga a networking, hogy nem az én teljesítményem 100%-ára utazom, mert akkor, ha én most elmegyek és offline üzletet építek, akkor föl kell hívnom az embert, találkoznom kell vele, el kell mondjam, újra és újra és újra. Az online világban ezzel a platformmal, amivel mi dolgozunk, mit csinálunk? Megcsináljuk az adott témáról a videót, és ezt juttatjuk el az emberekhez. Megnézik nélkülünk, mert ezt meg tudják tenni, és hozzánk, illetve fölteszük még a gyakran ismételt kérdéseket, tehát hogy minél több kérdést meg tudjunk nekik online válaszolni, és akkor van az az eredmény, amit Willi már nagyon sokszor elmondott, hogy fölhívják, hogy akkor most melyik csomagot, vagy hogyan kéne még egy utolsó finomítást csinálni, és én csatlakozni szeretnék. Hát ez nem jobb lenne, mint az, hogy
hogy elmenni és állandóan rohangálni, és akkor ott állni a rendez vagy a szálloda előtt is várni, hogy majd csak megjön a jelöltem, Úristen, már megint nem jött meg. Na mit fogok mondani a szponzoromnak? Olyan kép, és nem halad az üzletem, és akkor abba hagyom. No, tehát én így ennyit szerettem volna ehhez a témához hirtelen hozzátenni, és akkor visszaadnám a szót Vilinek. Köszönöm. Még két dolgot akarunk, tehát a hármat elmondani nektek, én legalábbis. Az egyik, ugye szó volt arról, hogy ugye csapatban dolgozunk, networkerek vagyunk, van egy szponzorunk, van egy csomó szponzorátunk, van egy szponzorvonal természetesen, és akkor mi a franc csinálja? Milyen legyen a hozzáállásom? És ki az, aki egyetért velem, hogy minimum, de inkább több, 50%-ot írtam én be, de szerintem több, az, amit neked muszáj, hogy adjál tulajdonképpen ez a hozzáállásod, hogy akarjad, hogy kérdezzél, hogy keressed az információkat, és 50% pedig a csapatnak a visszajelzése, tehát minél jobban keresed a megoldást, és nem várod el, hogy amíg a szponzor mindent elintéz helyetted, mersz írni a supportnak például, nem várod még, míg a szponzorvonal mindent elintéz helyetted, hanem ott egy support, tüdüdü, írsz, kész, és válaszolnak, hál' Istennek, minden supportunk most azért van, ez a neve neki ugye segítségszolgálat, hogy fölvegye, tehát levegye a szponzorok válláról azt, hogy minden kérdésre, ami a céggel kapcsolatos, nekünk kelljen megválaszolni. Sokan ezt összetévesztik. Azt hiszik, hogy a szponzor a support. Hát nem, ő is egy karika, a szponzor az azért van, hogy megmutassa neked a következő lépést, mit csinálj. De használjátok ezt a support szolgálatot, minden egyes cégnél ez megvan, és azt hiszem, hogy ragyogóan is működik, és mindenki vegye kézbe a saját üzletét, mert ezt üzletszerűen kell csinálni, tehát üzletnek fogd föl. Ez egy kicsit gondolkodásmód, hogy vedd már saját kezedbe az életedet, és ne várjál, hogy majd más elintézi, hanem fogod magad, nem tudsz angolul, nem baj, ott a Google fordító, majd beírod úgy, amit tudsz, vissza fognak írni, hogy értik-e, vagy nem értik, és ők is emberekből vannak, ők is ugyanúgy az a feladatuk, hogy legjobban lássák el a munkát, és észre fogod venni, hogy megtörténté tetted a dolgodat is. Én azt látom, hogy például ezekkel a pénz átutalásokkal kapcsolatban is, aki szépen fogja magát, megírja a supportnak, mint én is, akkor úgy megkapja a pénzét. Abban a pillanatban rögtön korrigálják, hogy mi van. Aki pedig viszont arra vár, hogy majd csak a szponzor az elintézi, az még mindig vár. És mi történik? Elkezded szidni a szponzorodat. Tehát itt is meglátszik az, hogy hogyan tudsz te viszonyulni így az üzletedhez. Oké. Okay. Ebben nem akarom nagyon belemenni, csak ez egy ilyen fölismerés az elmúlt hetekkel kapcsolatban, hogy vedd kézbe a saját ügyeidet, nem csak a network marketinget, hanem egyébként is mindent. Igen. A megfelelésről nem akarok többet beszélni. Nagyon egyszerűen elmondta Attila egyébként, hogy fölvállalod magad, elkészíted a videóidat, amit beteszel a blogodba, és csúsztatva szépen kiteszel a Facebookra, és nem érdekel, hogy más mit fog szólni, és 90 napon belül megtörténik veled a varázslat. És ilyetek ez elkezd működni az életed. A cél az, hogy minél hamarabban, minél több ember megismerjen. Na most itt sokszor kiverje a biztit az, hogy ma nekem például volt egy olyan telefonom, hogy hát úgy néz ki, hogy nekem ez nem fog úgy menni, mert nem az én világom ez. És akkor kérdeztem, hogy eddig mit csináltál? Mennyit teszteltél? Hát még nem teszteltem. Én még nem írtam egy blogot se. De biztos, hogy jó, ez csak nekem nem jó. Tehát nézd meg, hogy te melyik csoportba vagy. Ugye a rendezői csoportba, te rendezed az életedet, vagy akit rendezgetnek. Hangsúlyozom, mind a két csoportban igazad lesz, csak akkor ne mondd azt majd, hogy hát, de jó annak, aki el tudott menni nyaralni. Jaj, de jó, ők tudtak venni egy BMW-t. Jaj, ez ő gyereke, milyen jó, már lakása is van már 23 évesen. Nekem meg a fene tudja, még nekem sincsen. Tehát érted, a választás a tiéd. És kézed, de igazad van mindig. Úgyhogy erről ennyit, és most nem adok neked szót, hanem majd mindjárt. Ugyanis van egy tisztem neked most mára tulajdonképpen. Fölhívott egy hölgy, aki kért tőlem egy
egy dolgot. És én szeretném ezt így teljesíteni, tudjátok, a hölgyeknek nem szabad nemet mondani. És azt mondta, hogy figyú, Vivi, te nem ismersz még engem, de én nagyon jól ismerlek téged. És nekem van egy párom, aki nagyon szeret téged, és annyira szeret veled dolgozni, és neki ma van a születésnapja. És ez a hölgy, ez nem más, mint Attilának a drága párja. És én most hát, tolmácsolnám az ő üzenetét, hogy ilyen ember kívánna mindenkinek magának, mint ami az ő drága párja, az Attila, és nem is dönthetett volna X idővel ezelőtt jobban, mint hogy azt mondta, hogy igen. Úgyhogy boldog születésnapot kívánok neked, Attila, itt tolmácsolom az egész családodnak a szeretetét, és azt szeretném, hogy minél többször gyere föl ide hozzánk, hozd meg a te tudásodat, tapasztalatodat, és még egyszer boldog születésnapot, nem csak ma, hanem holnap is, meg minden nap. És most adom vissza a szót, amelyik tud szólni. Hű, hát, jó. Ja. Most nem lenne rajtam a szemüvegem, most lehet, hogy napszemüveget kéne fölvenni, de fölvállom ezt is, hogy hát, hogy potyognak a ködjeim. Ilyenkor szoktunk egy tízest beírni. De ez van. Tehát ilyet még nem tapasztaltam. Ezt is el kell kezdeni valószínűleg. De már, ha ezt nézem, már nem volt hiába, hogy leértem 50 évet. És nagyon sok okos dolgot akartam mondani, de nem hiszem, hogy kellene. Tehát én nem... Tehát olyan szinten meghatódtam, vagy elérzékenyültem, hogy szerintem még életemben sose. Köszönöm neked, Illi, köszönöm Áginak. Itt vannak a jegyzeteim, na mindegy, azt majd elmondom máshogy, de van még egy, tényleg van még egy dolog, amit mindenképp el szeretnék mondani. Tehát mindenkinek köszönöm azt, hogy itt lehettem. És tényleg azon vagyok, hogy azt a tudást, amit így az elmúlt 35 évben összeszedtem, és ennek az irányultsága mindig az volt, hogy hogyan lehetne boldogabban, hatékonyabban, több örömmel, könnyebben élni az életet. Ezt én mindenképpen meg akarom osztani emberekkel. És ami nekem nagyon nagy pozitívum, hogy belekerülhettem egy ilyen online körbe, hogy itt könnyebben és hozzáférhetőbbé tudom tenni. Most bocsássatok, mert most már nem annyira rendezettek a szavaim, még mindig kicsit ez az érzékenyültség megvan bennem. De a lényeg az, hogy én, mint tréner, nagyon sok tréninget tartottam. De ezek a tréningek drágák voltak. Főleg azok nem tudtak eljönni, akiknek a legnagyobb szüksége lett volna rá. És nagyon sokat törtem a fejem, hogy hogyan lehetne megcsinálni azt, hogy én is meg tudjak élni, de el lehessen juttatni az információt azokhoz, akiknek legnagyobb szüksége van. Mert kik voltak a megrendelőim? Általában kisebb-nagyobb magyar vállalkozások és multinacionális vállalkozások, akik elküldték oda az embereiket. Csak az volt a másik probléma, hogy ezek az emberek általában nem önszántukból jöttek, hanem küldték őket, és az első, mit tudom, 2-3 órába így bezárkózva, ilyen harci, mindenféle tüskéket kieresztve ültek, mert hogy ők nem végezhették a munkájukat, és egyébként is nem ők akartak jönni, hanem elküldték őket erre a tréningre. Ezért én nekem nagyon nagy áldás, hogy így Willivel megismerkedtem, és tényleg ezt a platformot általa használva tudtam venni, mert így ez a tudás el tud jutni nagyon-nagyon sok emberhez úgy, akkor is, hogyha nincs rá pénze éppen. Ez az egyik. A másik, amit én mindenképpen fontosnak tartok elmondani, hogy igenis a mi életünkért csak mi tudunk felelősséget vállalni. Tehát nem várhatom azt, hogy a kormány, a szüleim, a gyerekeim, a közösség, bármilyen közösség majd engem, nekem majd megoldja a problémáimat. És hogyha ezt a szemléletet én fölvállalom, hogy igenis én fogom megoldani
akkor megjönnek a megoldások. Ahogy a Willy is mondja, az univerzumtól megkapja azokat a mutatásokat, amik a legfontosabbak ahhoz, hogy az adott pillanatban tovább lehessen lépni. És ez egyfajta proaktivitás, tehát elé menni a dolgoknak, és tényleg nem várni arra, hogy majd, otthon ülök, és akkor majd becsönget az életem szerelme, vagy a munka, vagy a pénz, hanem én mit tudok ma tenni azért, hogy holnap jobb legyen, és hogy tegnap nem volt olyan jó. Mindegy, a múlt elmúlt már, ma mit tudok tenni, és ez a most hatalma, hogy a mostban tudok döntéseket hozni, amivel megváltoztatom a jövőmet. És hogyha ezt így nap mint nap megteszem, még akkor is, hogyha nehéz pillanataim vannak napközben, akkor is azt mondom, hogy érdemes. Én látom azt, hogy érdemes, mert ilyen ember tudtam magam, vagy megtaláltuk ilyen emberre magunkat, vagy egymást, Vili, akkor ha páromat, mint Ágit, és mondom, tehát ilyet megtesz azért, nem tudom, mikor hívott egyébként, Vili, majd elmondod. De a lényeg, hogy ne féljünk attól, hogy ki mit mond. Ne féljünk attól, hogy kinek mi a véleménye. Ne féljünk attól, hogy elesünk. Azt mondta szerintem, lehet, hogy Mohamed Ali, vagy valamelyik Rocky filmben a Stallone, hogy nem az a gond, ha a földre kerülsz, mert mindenki kerülhet a földre, hanem az a gond, ha a földön is maradsz. És én azt gondolom, hogy ezzel az üzeneteim be is szeretném fejezni, mert most már azt látom, hogy 10 óra van. Én nagyon köszönöm, hogy itt lehettem, szívesen jövök máskor is, és hogyha gondoljátok, hogy vannak témák, amik érdekesek lehetnek, akkor és van hozzá értelmes mondani valóm, akkor mindenképpen megosztom veletek, ha csak azért nem fogok beszélni, hogy beszéljek. Na, mindenkinek szép napot kívánok, a teremtő erő legyen veletek, és köszönöm. Mi köszönjük, Attila, hogy itt voltál velünk. Remélem, tudtunk nektek értéket adni ma is. Ezért kellett fel minden reggel, a támadások ellenére is, hogy ha egy emberhez eljutott most valami, és remélem sok emberhez, akkor már érdemes volt itt Attilát is elhívnom. Úgyhogy a teremtő erő legyen veletek, holnap újra találkozunk, reggel 8-kor jövök jó videókkal, aztán üzzük, hajtjuk, ahogy mondaná Lali a Budapestben. Sziasztok még egyszer, az erő legyen veletek! Szia, Nyisztor Vilmos vagyok, és üdvözöllek a hármas stratégia oldalon. Hogy mi is a hármas stratégia? Nagyon egyszerű. Biztos benne vagy valamilyen network marketing cégben. Szeretnéd ezt kivinni online, csak esetleg nem tudod, hogy. És hogy míg a tanulod, hogy hogyan kell kivinni online az internetre az üzletedet, keresel pénzt. Nagyon egyszerű, de elmagyarázom még egyszer egy picit részletesebben. Biztos találkoztál azzal a problémával, hogy beléptél egy network marketing cégbe, és hát ugye megittad, vagy fújtad magadra a termékeket, vagy valamilyen pénzügyi konstrukcióval találkoztál, amivel megtetszett, és hát nagyon jó érezted magad ebben az üzletben, ugye használod a termékeket, viszont el szeretnéd adni, illetve szeretnél esetleg hálózatot építeni. És hát ugye mindenkit megszólítasz vele, hogy milyen jó kis üzletben vagy, aztán mindenki ilyen furcsán néz rád, hogy úristen, biztos megbolondultál, megint valami szektába léptél be, nem tudom, ismerős ez a dolog. Hát hogyha el akarod kerülni ezt, hogy esetleg így nézzenek rád, akkor érdemes ezt megtanulni, hogy hogyan kell megközelíteni az embereket, hogyan kell megmutatni az üzletedet, de nekünk van egy olyan filozófiánk, hogy mi lenne, ha nem te mennél a vevők után, hanem téged keresnének, nálad lobogtatnák a bankkártyát, hogy jó napot kívánok, én vagyok a vásárló, szeretnék beregisztrálni. Ugye jól hangzik. Mikor én először találkoztam ezzel a módszerrel, én is így fölcsillant a szemem, és azt mondta, hogy nekem ez kell, mert elegem volt abból, hogy mindenfele futkorásszak, és hajkurásszam az én saját cégemben a vásárlókat. És amikor megláttam azt, hogy tényleg ez egy olyan működő rendszer, amit hogyha lépésről lépésre megtanul valaki, akkor egyszerűen jönnek a vásárlók és regisztrálnak, jönnek a regisztráltak, és nem kell igazán tenni érte semmit, hogy becsatlakozzanak a rendszerbe. Túlságosan jó hangzik, ugye? Hát, hogyha
ez jól hangzik, és mégis szeretnél megtanulni, érdemes a második stratégiát alkalmazni, ahol megtanítunk téged egy olyan rendszerre, egy olyan lépésről lépésre módszerre, amit ha alkalmazol, akkor egyszerűen tényleg jönnek a bankkártyás emberek és regisztrálnak hozzád. Hogy még a tanulási folyamatban, a tanulási időszakban is tudjál pénzt keresni, csak akkor, vagy csak azért, mert bekapcsolod a számítógépedet, egyszerűen pénzt kapsz. Túlságosan jó az ajánlat, igaz? Én is, amikor rájöttem erre, akkor egyszerűen felajárkáltam a szobába, pár napig nem aludtam, és hát folyamatosan azon dolgozom, hogy elvigyem én is az emberekhez ezt az üzenetet. De van egy jó hírem, igazán nem kell nagyon futkoráznom az emberek után, mert maguktól regisztrálnak, maguktól akarják ők is a problémájukat ezzel a stratégiai hármassal megoldani. Ugye neked semmi dolgod nincs, csak barangolj ezen a weboldalon, ismerkedj egyelőre a rendszerünkkel, kattingass ide-oda, és hát nézd meg, hogy mi a hármas stratégia. Mi minden nap, illetve én és a csapatom veled leszünk, minden reggel 9 órakor van egy tréningünk, hogyha van kedved, föl tudsz csatlakozni. Ha még nincs időd, akkor megnézed felvételről, de minden nap itt leszünk veled, minden nap mutatjuk, hogy mi hogy oldottuk meg a problémánkat, hogyan keresünk 6 számjegyű jövedelmet minden hónapban, vagy még többet is néha, hát nem néha, hanem egyre többször. És hogy erre tényleg kíváncsi vagy, és eleged van már a sok parasztvakításból, bocs, hogy én így mondom, csak hogy állandóan hitegetnek, hogy hát így csináld, úgy csináld, meg amúgy csináld, mi úgy mutatjuk meg neked ezt, hogy mi is kint vagyunk a harctéren, mi is ugyanolyan networkerek vagyunk, mint te vagy, csak egyszerűen megtaláltuk a megoldást, hogy hogyan tudjanak az emberek hozzánk regisztrálni úgy, hogy közben tanulunk, és úgy, hogy közben bekapcsoljuk a számítógépet, és pénzt keresünk. Ha tetszik az ajánlat, kövessd a weboldalt, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!